két idegen gólya érkezett be, és támadták volna a fészket, hopp, az ott tovább is indult. A másik az, ott van fönt a, aha, átszállt a Daninék ház a tetejére, a másik, ami fönt van a lámpabúrán, az a Sofit lerúgta onnan csúnyán, úgyhogy itt a védekezés, hogy beszálltam én is a helyi légvédelembe, két ököllel rázom az ég felé, hogy innye-innye kelepelnék is, ha tudnék, de az nem megy. Jó van, Sofi visszajött, együtt védik, ott pedig a szemközti háztetőn fönt van a két idegen gólya. Ott Anni. Hát igen, ez az, amikor így május utolsó napján még mindig fészket kereső elkésett gólyák vannak. Ez idén valahogy nagyon furcsán alakul, nem szokott ez így kinézni. Na. Tehát kérem szépen, légvédelmi helyzet van. Hát egészen délután egyig itt voltak, tehát ilyen 11-től majdnem egyig itt volt a két idegen gólya, aztán elmentek, úgy hallottam, hogy Pirismaróton ott a frissen kaszált lucernásban szedegettek, és hát most látom így estére, most 8 óra múlt, hogy visszajött a két madár, ide betáborodott a szemközti házra. Ami egészen békében tűrik, újabb támadás nem volt, de valamiért tetszik nekik itt.